Az elveszett, majd befogadott kutyák kiváltásának ügyintézése egyszerűbb lesz a gazdiknak. Tárlatvezetésen az iskolás csapatok, a nagy háború emlékeivel ismerkedtek a versenyzők. Sportszervezetekkel kötött megállapodást a Pécsi Egyetem. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják január 28-án szerdán. Tartsanak velünk! Változások történtek a befogadott kutyák kiváltásának ügyintézési rendjében. Január 20-ától az állattartók ügyintézési terhének mérséklése céljából a közterületen felügyelet nélkül tartózkodó és a Pécsi Közterület Felügyelet állategészségügyi telepe által befogadott kutyák kiváltásának ügyintézése egyszerűbb módon történik. A befogadott kutyák kiváltása érdekében az EPP tulajdonosoknak elégséges közvetlenül a Pécsi Közterület Felügyelethez, mely Pécs a Búzatér 8/B-ben található fordulniuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell a korábbiak szerint igazolást kérniük a Pécsi Polgármesteri Hivatal hatósági főosztályától. Az eddigi három fázisú eljáráson könnyített a hatóság. Aki ugyanis korábban elvesztette a kutyáját, az először megkereste a gyepmestert, mondja a dr. Horváth Endre, hatósági főosztályvezető. Gyepmesterek tájékoztatták, hogy be kell jönni hatósági főosztályra. Hatósági főosztály egy igazolást adott ki, amelyben a tulajdonos, a kutya gazdája igazolta, ugye, hogy övé a kutya. Majd mi egyeztettünk a gyepmesterrel, hogy hány napot őrizték, vagy gondozták a kutyát pontosabban, mert ennek volt egy költsége. Van a befogási díj, ugye az 4000 forint, illetőleg naponta a tartási díj ezeknek a kutyáknak, az pedig 1500 forint. És ezek után ezen hatósági főosztály által kiállított igazolással elment a delikvens a közterület felügyelethez, és ott rendezte száma formájában ezt az összeget, majd az igazolás kapcsán kapott számlával tudott ő visszamenni a gyepmesterhez, és a gyepmesternél annak felmutatásával, hogy rendezte az összeget, kapta vissza a kutyáját, azaz tudta visszaváltani az evet. Na most ez fog ugye lerövidülni egy fázissal, mert hatósági főosztályileg az itten igazolásnak a kiadása a jövőre nézve elmarad. Princ Gyula díjat kapott két geográfus a Pécsi Egyetemen a Földrajzi Intézettől. Az elismerést 1998 óta olyan professzor és fiatal tudományos kutatást végző munkatárs kaphatja meg, aki kiemelkedő tevékenységet végzett a földrajztudomány terén. A Földrajzi Intézet tanácsának egyhangú döntése értelmében a senior díjazott Erdősi Ferenc, a junior díjazott pedig Sarkadi Noémi lett. A díjátadót követően Páva Zsolt polgármester és a tanszék vezetése megkoszorúzta Princ Gyula szobrát az egyetem botanikus kertjében. Vendégünk a stúdióban Auber Antal, a TTK Földrajzi Intézetének intézetigazgatója. Jó napot kívánok! Napot kívánok! Jeles nap a mai, hiszen átadták a Princ Gyula díjat. Erről fogunk egy picit beszélgetni. Egyáltalán a díj alapításról, mióta adják át, kik kapják, milyen kiválasztás alapján, tehát mindent, amit tudni kell erről. Kezdjük talán a névadóval, őt mutassuk be egy pár mondattal. Igen, igen. Princ Gyula geológus, geográfus, geopolihisztornak is nevezzük, hiszen ahhoz a nagy generációhoz tartozott, amely a II. Világháború előtti Magyarországon az aktív életkorának a csúcsán volt. 30-as években Telekivel, Csolnokival, Bullával, Mendőlel egy sorba kell említenünk Princ Gyulát, és pécsi kötődése is van, nem véletlenül a Földrajzi Intézet alapította meg a Princ Gyula díjat, hiszen ő a 30-as években az Erzsébet Tudományi Egyetem részben dékánja is volt, és rektora is volt, tehát ilyen kötődése is van. Később átkerült Szegedre, és ott fejezte be az aktív pályafutását. Lényegében a természetföldrajz, a geológia kívül ő átrándult a városföldrajzra, Budapest városföldrajzát megírta, egyéb településföld, Európa városai monográfiát is megírta, de szerzője volt számos olyan sorozatnak, nagy klasszikus sorozatnak, amelyeket hát ma az antikváriumokban lehet megtalálni. 1998-ban alapította a Földrajzintézet konkrétan Tóth professzor vezetésével ezt a díjat. Két kategóriában, egy senior és egy junior kategóriában. Természetesen ehhez a díjhoz, az intézethez való kötődés
az aktív pályafutás a szenior kategóriában a tudományos életmű alapján döntünk az intézeti tanácsunk titkos szavazással, és a junior kategória pedig nem jelent más, mint a doktoriskola PhD hallgatói pályáz, nem ők pályáznak, ajánlják őket, és az ajánlás alapján ítéljük oda. Idén nagy verseny volt, 6 ajánlás is befutott, úgyhogy 2-körös szavazáson estünk túl. Sarkadi Noémi nyerte, és a szenior kategóriát pedig Erdősi professzor, Erdősi Ferenc professzor úr, aki most 81 éves, itt él Pécset, el is tudott jönni, át is vette a díjat, és egy nagyon szép beszédet mondott, mert ami ennek a különlegessége, ennek a mai alkalomnak, hogy ő princ tanítvány volt. Igen, röviden. Visszatérve egy picit a kezdetekre, mi volt a díj alapításának a célja, illetve azóta milyen presztízst vívott ki magának ez az elismerés? Mennyire mondják azt a kollégái, hogy na hát, hogyha megkapta valaki ezt a díjat, akkor az igazán jó szakember. Mennyire jelent ez elismerés magyarul? Igen. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ez már hagyománnyá emelkedett, hiszen ha most összeszámolom, 35 díjazottunk van mindez idáig, ami nem azt jelenti, hogy pécsiek kaphatják ezt a díjat, nincs ez lekorlátozva, tehát ez lehet nemzetközi, hazai, nívós kutatásokkal rendelkező professzor, vagy akár doktor jelölt is. Ennek nincsenek határai, vannak ugye bizonyítékaink az eddigi eredmények alapján. Tehát lényegében a kötődésnek meg kell lennie az intézethez, szakmai kötődésnek meg kell lennie, de a díj az határok nélküli. Tehát, és egy nagyon rangos elismerés, és örömmel jönnek el más egyetemekről, kutatóintézetekből, hogyha ezt a díjat odaítéljük, hiszen egy nagyon szép ünnepség keretében megkoszorozzuk ugye Prinz Gyula mellszobrát, ami a botanikus kertben áll, és a díj átadást maga Páva Zsolt például polgármester úr adta át, és az legelső díj átadás is így történt, tehát mindig a polgármester úr adja át. Most nagyon laikus kérdést teszek fel, talán egy kicsit buta is, de itt az ember belegondol, hogy ma egy földrajztudós, egy geológus, mi újat tud letenni az asztalra, hiszen amikor belegondol az ember itt a gyerekkori olvasmányaiba, emlékeibe, hát akkor még volt mit felfedezni, úgymond manapság pedig már szinte ott vagyunk mindenhol, de azért mégis dolgoznak ezek a szakemberek, működik ez a tudományterület, de mi újat tud mondani, mi az a kutatási terület, ami tényleg izgalmas lehet, és hát eredményes. A kérdés az izgalmas, vártam is a kérdést egyébként, bár nem beszéltük meg természetesen. Azért is mondtam ugye az elején jelzőként, hogy Prinz Gyula még geopolihisztor is lehetett, ez manapság már természetesen nem lehetséges, hiszen a tudomány ágak és tudomány területek annyira specializálódtak, hogy hát azt is átlátni egy-egy kis részterületet is ma már komoly szakértelmet kíván. Tehát így járt a földrajz is, amely először természetföldrajzra és társadalomföldrajzra, illetve regionális földrajzra tagolódott, de ma már azon belül is számtalan ága és ágazata van, és egyre nehezebb ezt szintetizálni. A mai képzésünknek egyik legnagyobb problémája, amelyet egyébként ma egy úgynevezett szakmai workshoppal folytattunk, hogy a képzési, oktatási portfóliunkat hogy tudnánk hatékonyabbá tenni, az alapképzésben, ami ugye a Bologna rendszerben a BSC képzést jelenti, mindenképpen igyekszünk piacosítani, tehát hogy a gyakorlati ismereteket nagyobb arányban és mélyebben sajátítsák el a hallgatók, és MSC szinten pedig szintetizálni, tehát elemző geográfusokat képezni, akik a piac sok területén megállják a helyüket, de már a képzésben is specializálódunk. Tehát ma már nem komplex geográfusokat képezünk, még hogyha az alapdiploma arról is szól, de a szakirányok révén már a maga képzésben specializálódik a hallgató geoinformatikára, terület- és településfejlesztésre, táj- és környezeti szakirányra, turizmus földrajzi szakirányra, és ezeken a területeken igyekszünk megvetni a lábunkat. Ezek sokszor határterületek, más képzési területekkel is, de meggyőződésem, hogy földrajz nélkül a föld ismerete, természet és társadalmi törvényszerűségeinek az ismerete nélkül hát féllábúak maradunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen.
Tüzelőanyag lesz a kidobott fenyőfákból Pécsett. A pécsi erőműbe kerülnek, energetikai célokat szolgálnak a karácsony után kidobott fenyőfák. A Pannon Power szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a városüzemeltetési Biocom Kft. Eddig 30 tonnányi fenyőfát gyűjtött össze és szállított az erőműbe. A teljes mennyiség várhatóan 35 tonna lesz. A fenyőket mobil aprítógép segítségével dolgozzák fel, és más tüzelőanyagokkal, erdei aprítékkal, faipari melléktermékekkel és napraforgó héjjal vegyítik, hogy a gyantatartalma ne okozzon üzemeltetési nehézségeket a kazánban. A pécsi erőmű két hő- és villamos energia előállítására egyaránt alkalmas biomassa blokkjával 31 ezer háztartás, valamint egyéb fogyasztó távhő- és melegvíz ellátását biztosítja a Dunántúl legnagyobb városában. Városi történelemverseny indult Pécsett 5.-8. osztályos tanulók számára. A háromfős csapatokban összesen 129 általános iskolás méreti meg történelem tudását. Az elődöntő most zajlik, és többek között az első világháború helyi emlékeit érintő centenáriumi kiállítással kapcsolatban tárlatvezetéseken vesznek részt az iskolások. Ezek az iskolások éppen az első világháború emlékeivel ismerkednek, és igyekeznek minél több információt begyűjteni, hogy a vetélkedő kérdéseire majd helyes választ adhassanak. Közülük szinte valamennyien szeretik a történelmet. Én eleve úgy vagyok a történelem, hogy történelmet szeretem, de főleg a világháborúkat, tehát az első, második világháború, és ezzel kapcsolatban is például ott a lakok ott egy téren, pont erre van egy emlékmű, és ez is mindig nagyon érdekelt ez az egész tém. Hát csak egyszerűen érdekes. A városi történelem verseny során a 7.-8. osztályosok az első világháború pécsi baranyai emlékeit ismerhették meg. Az, ami a nagy háborúból ránk maradt 1914-2014 címmel rendezett kiállításon. Az eseményen Páva Péter tartott tárlatvezetést, aki a kiállítás az emlékek gyűjtésének ötletadója. Szerinte egy ilyen kiállítás és annak bemutatása a méltó megemlékezés részét képezi. A diákok is részt vettek ebbe, és akkor illő, hogy mi is aktívak legyünk. Már hogyha a diákok veszik a fáradtságot és felkészülnek egy történelem verseny során az első világháborúból, akkor mi azért vagyunk itt, hogy ezt segítsük. Másrészt a kiállítást ugye nagy részben mi gyűjtöttük a pécsi polgárok kezdeményezésével, segítségével és beadott tárgyaival, és hát ennek az ismertetése is nyilván egy tárlatvezetés hozzátartozik az ismeretek elmélyítéséhez. 2002-től szervez városi történelemversenyt a Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája. Évfordulókhoz, illetve az utóbbi 5-6 évben valamilyen pécsi városi eseményhez kapcsolódik a verseny témaköre. És az első forduló, ami egy válogató, ez pont a múzeumi forduló. Erre a gyerekeknek nagyon sok ideje lesz, egészen február 20-áig készülhetnek, könyvtárban, otthon is kutakodhatnak, és természetesen a kiállításra is nagyon sokszor még a tárlat vezetésen túl is el fognak jönni. Egy másik kiállítás is kapcsolódik a vetélkedőhöz, ez pedig a Pálosaink a fehér barátok. Ezzel a fiatalabb korosztály, az 5.-6. ismerkedtek meg. A versenyre 43 csapat jelentkezett. A háromfős csapatokban összesen 129 általános iskolás méreti meg történelem tudását a következő hónapokban. Nem először járt az elhagyott raktárban az a pécsi férfi, akivel szemben lopás miatt indult büntetőeljárás, adta hírül a police.hu. Telefonon jelentette be január 27-én 10 óra 11 perckor egy férfi a rendőrség ügyeletére, hogy Pécsett a Nagyberki úton lévő üzemen kívüli raktárból látott egy biciklist fémlemezekkel távozni. A kiérkező rendőrök a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt, akit az uránvárosi rendőrőrsre előállítottak. A férfi részletes, beismerő vallomástételekor elmondta, hogy elfogása előtt nem sokkal a nyitott raktárhelyiségbe bement, majd onnan építési fémhulladékot, valamint egy régi játékgépből pénzt tároló kazettát tulajdonított el. A 25 éves pécsi lakos azt is beismerte, hogy az előző napon már járt az épületben, akkor lemezfelniket vitt magával, melyeket egy fémhulladék gyűjtő telepen értékesített. A férfival szemben lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.
Szerdán délelőtt 9:30 kezdte meg a főzést a magyar csapat a lyoni szakácsverseny döntőjében. Magyarországot a Münchenben dolgozó Molnár Gábor képviseli, pisztrángot és gyöngytyúkot készít. A gyöngytyúkból készülő húsételhez púréhagymát, gombákat, parajt, sárgarépát és sütőtököt, tormát és csicsókát, fűszerként pedig petrezselymet és koriandert használ. Molnár több hónapos felkészülés után vágott neki, hogy bizonyítson a 24 induló nemzet séfjei között. A magyar csapat korábban elárulta, míg Szél Tamás 2 éve a Rubik kockából, Molnár Gábor most a szintén magyar találmány gömböcből merít inspirációt a főztjéhez. A gömböc egyik jellegzetessége, hogy egy stabil egyensúlyi ponttal rendelkezik és mozgásban van, amíg ezt el nem éri. Ezt a dinamizmust a hazai gasztronómia fejlődését szeretné megmutatni a fogás kreatív elemein keresztül az egykori pécsi séf. A hallgatók gyakorlati képzését érintő megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kara és 14 sportszervezet Szerdán. A határozatlan időre szóló együttműködésnek köszönhetően az egyetemen sportszervezőnek tanuló mintegy 200 diákja Somogy és Baranya megyei sportszervezeteknél töltheti szakmai gyakorlatát. Ezen túl még több egyetemista segít majd a mérkőzések, tornák, valamint diákolimpiai és szakági bajnokságok lebonyolításában a Pécsi Tudományegyetem és a sportegyesületek, sportszervezetek együttműködésének köszönhetően. A Baranya megyei Kosárlabda Szövetség egy új szakmai programot készített most 5 évre előre menőleg, és ez elég tág és sokrétű feladatokat határoz meg. Azt tudni kell, hogy a szövetségben, ha nem is társadalmi munkában, de leginkább társadalmi munkában dolgozó szakembereink vannak, és ennek a feladatnak a megoldása csak társadalmi munkában nem biztos, hogy sikerülne. Ugyanakkor fiatalos, lendületes hallgatókkal kiegészülve gyakorlatilag megoldható az a program, amit elkészítettünk. A megállapodás az egyetem és a sportszervezetek bizalmi viszonyára épül, és minden szereplő számára előnyökkel jár. A gyakorlati képzés során a diákok tapasztalatokat szereznek, az egyesületek működését pedig az idősebbek mellett fiatal, kreatív munkaerő segíti. Rendkívül jó visszhangra talált a kezdeményezésünk. Jelenleg 14 sportági szövetség és 2 sportegyesület az, aki ezt az együttműködési megállapodást megköti. Eddig is voltak hallgatóink, akik ezeknél az egyesületeknél, sportszervezeteknél dolgoztak, de azt gondolom, hogy ennek a megpecsételése egy együttműködési megállapodással megerősíti azt a bizalmi kapcsolatot, amiben számítanak a fiatalokra, illetve a fiatalok megszerezhetik a gyakorlat. Gabriel Robert, a kar dékánja elmondta, a megállapodás összhangban van azzal a kormányzati szándékkal, miszerint a sport kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a nemzet egészsége érdekében. A sportnak a személyiségre is kedvező hatása van, az oktatási intézmények és a sportszervezetek pedig sokat tehetnek azért, hogy a fiatalok etéren is megfelelően fejlődjenek. Híradók végén főbb témáink még egyszer röviden. Az elveszett, majd befogadott kutyák kiváltásának ügyintézése egyszerűbb lesz a gazdiknak. Tárlatvezetésen az iskolás csapatok a nagy háború emlékeivel ismerkedtek a versenyzők. Sportszervezetekkel kötött megállapodást a Pécsi Egyetem. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!